Köszönöm. Na, sziasztok. Szóval azon, gyerekek, elértük a 500 000 összmegtekintést, ami azt hittem, hogy soha az életemben nem lesz meg. Mindegy, elértük, a 3000 feliratkozót is elértük, úgyhogy fitmevészkedés van, baszki. Pár nap alatt két videót tettem föl, mind a kettő paródia volt, és ilyen pár nap alatt 70 000-es megtekintést. Jó ég, mi a fasz? Na mindegy. Már régre beígértem live-okat játékról, meg ilyenek. Azt nem volt. Azt miért nem volt? Azért nem volt, mert nem volt. Azért nem volt, mert nem volt hozzá meg a felszerelésem, és azt hittem 500 feliratkozónál, hogy ha, majd mire 1000 feliratkozóm lesz, addigra meg lesz. Aha. Elértük az 1000 feliratkozót, átmondom, még egy kicsit várunk vele, majd beszerezzük hozzá a kellékeket, és akkor ha már csináljuk, akkor legyen faszom. Oké, vártam egy kicsit, feltettem egy-két paródiát, vagyis hát pontosabban egyet feltettem, ez nem más volt, mint SpongeBob. És 2000 feliratkozó így, mi a faszom, mondom? Nézek, hallod? Menjetek ma a faszba. Oké, 2000 feliratkozó. Nagyon kértétek a következő részt. Jó, megcsináltam, 3000 feliratkozó, jó ég, mondom, és még sehol nem vagyok. Úgyhogy, elmentem, bementem, megvettem a hiányzó kelléket. Azt is úgy történt, hogy bementem kedden. Besétálok. Hello. Ez kéne. Az nincs. Mondom, és ebbe az árba, ilyen minőségbe ilyet? Hát, tudok ajánlani neked. Az a lényeg, hogy amit én vettem, az egy, nem titok, 24-5000 forint értékű cumó. Az eladó. Hát tudok neked ajánlani, előveszi, ez 4000-ért van. Néztem rá, csúnyán kirögtem. Mondom neki, nem lehetne valahogy ezt megoldani, hogy akkor az legyen, amit én szeretnék. Hát de, holnapra jönnek áruk, akkor holnapra megrendeljük. Mondom, fasza, akkor legyen. Oké, másnap, avagy ma, bemegyek, mondom, szia, jöttem a cuccér, amiért tegnap megrendeltünk. Azt mondja, hogy hát, úgy néz ki, hogy van. Mondom, úgy néz ki, ne nézzen ki, úgy terít a pultra, aztán fizetem, megyek. Oké. Nézi a dobozokat, bontogatja. Állok ott a pultnál. Mondom, mi van? Nem lesz. Még mindig semmi. Na, mondom, oké. Aztán egyszer csak elővette egy kis dobozkát. Felbontja is, mintha a messiás bújt volna elő belőle. Ránézek, azt a kurva, ad ide! Jó van, megszólal. Hát az a gond, hogy ez még nincs bevételezve. És hát nem tudja használni a kártyás automatát. Mi van, mondom? Mondom, ad ide, engem nem érdekel, átutalom. Mondom, és akkor most mi legyen? Gondolkodott, telefonálgatott. Mondom, valamit csinálj már, mert megfogom, azt elviszem. Engem nem érdekel, hogy nem tudok fizetni, itt hagyom a bankkártyámat. Aztán mondja, hogy hát van egy olyan lehetőség, mivel a kollégák nincsenek bent, van egy olyan lehetőség, hogy ő odaadja, kifizetem, azt majd visszamegyek a garanciája. Mondom, oké, akkor adjad ide, azt én húzok innen, kifizetem, aztán megyek haza, mert köl. Jó, odaadta, elhúztuk a kártyát, PayPass, igen, itt be a kódot, beírtam. Oké. Betettem a kis kocsikába, jövök haza, na mondom ezt. Dugjam már be most, aztán mehessen, csapassam, vagy csináljak róla egy kis cuccot, videót. Mondom, csinálunk, hát miért ne, ezzel is húzzam az időt így magamnak, hogy kipróbáljam, aztán lehet, hogy egy darab szar lesz, de nem, mert utána néztem előtte. Remélem, fasza lesz, és ez nem más, mint egy Logitech C20, bassza meg fordítva, na mindegy, nem, C920. HD Pro webcam. Ja, és nem hoztam ide hollót. Faszom. De mindegy. Így néz ki. Ilyen nagy. Lehet, hogy egy kicsit ott a fény beszórakozik. Annyit kell tudni, hogy én eddig telefonnal vettem fel a videókat, a játékokat is. Betettem Sony Vegasba, kivágtam mögülem a zöld hátteret, rátettem, kicsinyítettem, nagyítottam, és hát nem tudtam live-ozni. Egyszerűen nem tudtam úgy összekötni a telefont a géppel, hogy az játék, live, menjen faszán minden,
pedig még programot is vettem hozzá a Play Store-ba, vagy Play áruházba, és nem. Mondom, oké, be kell ruházni rá, ha tényleg komolyan, akkor már komolyan csináljuk. Megvettem ezt. Most már tudok live-ozni, majd, amikor már tényleg az agyam is rááll, hogy hogy a faszba. De ezt már utána néztem, úgyhogy az OBS be van állítva, mint az állat. Na mindegy, nézzük. Nem hoztam oldót. Szarok rá. Na szóval, ez így néz ki. Kurva jó. Kívülről. Mi van benne? Van benne egy 1080p-be a faszt, de 1080p-be vesz fel. Skype 15 megapixeles, igaz? 15 megapixeles a kamerája. Meg minden szar. Az a lényeg, hogy állítólag olyan éles, hogy kiszúrja a szemedet, úgyhogy okosan. Na, akkor széttépjük, mondom, széttépjük. Na, ez most így néz ki. Olyan nagy, hallod? Ráteszem a monitoromra, összeszakad a monitor. Szóval erről ennyit, nézzük a tesztet. Na, és akkor ez úgy néz ki, hogy így néz ki élőben. Zöld háttérrel mögöttem, és kibaszott jó. Nem szaggat, mi a fasz? Szerintem... Befókuszál, és tök jó minőség. Úgyhogy ez ilyen lesz. Így fogunk kinézni, gyerekek. Úgyhogy kurva jó. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Hamarosan érkezni fognak játékok, most már egyre több. Paródiák is, mert az nagyon kell a népnek, azt látom. Hozzászólásokból is passz ki, hogy nagyon. Szóval azt is megtolom, ahogy tudom. Köszönöm szépen tényleg, hogy itt vagy. Hogyha új vagy, akkor iratkozz fel bátran. Aztán jönnek a többiek. Sziasztok! Április bolondja, január ökre, február majdna, március gyöngye, április bolondja, május szamara, július okosa, július aranya, április bolondja, augusztus gyönyöre, szeptember oskola, október örege, november dolga, hogy várja a decembert, április bolondja, sebesen, persze, persze.